Klassz FM, a rádió. Jaj, úgy izgulok, minden ilyen izében olyan lófejem van. Na, ez dehogy van lófejed, smink, oké? Okay? Ja, várj, smink. Igazad, bár az elébe rá. Gyönyörű vagy. Nagyon jó, szuper. Bocsánat a sapkáért, de úgy éreztem, hogy most ilyen nagyon betherdei van, úgyhogy megkímérlek inkább. Úgyhogy így vagyunk. Figyelj, azt hiszem nem néztem meg, milyen autóba ültem be? Aha, ó, egy ilyen mindig szerettem volna vezetni. Visszafelé hozhatlak én téged? Simán. Nagyon szeretem az autókat. Automatát vezettél már? Hát igen, nem sokszor. Én azért szeretem uralni az autót. Ja, és ráadásul nagyon intenzív vezető vagyok, de figyelj, én tényleg nagyon szívesen egy kicsit. Akkor hogy kezdjük, hogy te vezeted, vagy hogy akár most át... Nem, vezess te, én meg majd utána hozlak vissza téged ide. Jól van. Itt az aréna! Látod, milyen jó vagyok már ebben? Aha. Figyelj, várj. Mi most fontos neked az aréna? Mit jelent az aréna a te életedben? Hát nagyon fontos. Figyelj, itt indult igazából. Nem itt indult, de hát azért annó ugye a megasztárnak a csúcspontja az itt volt az arénában, és én először tapasztaltam azt, hogy milyen az, amikor 12 000 ember tombol, vagy éppen hallgat. És éppen ezért nagyon nagy fordul, hogy nagyon jövök ide hozzá, léci, legyél te. Mikor jössz? Február 27-én lesz a nagy koncert. És hát ugye az elmúlt 10 év, tehát tulajdonképpen mindazok a dalok, amit a közönség tőlem. De jó parfümöd van, ne haragudj. Jó, nagyon finom, jár, mert közben átmentem a másik sávba. Ez milyen? Ilyen kis púderes. Nagyon finom, elárul. Én az ilyen kis finom illetőben. Jó. Igen. Mi volt eddig a legnagyobb nézőszám, ami előtt felléptél? Kapcsolatkoncert. Aha. Ott akkor 250 000 ember volt, de aha, persze ők a Bryan Adams-re jöttek, én csak előzelekar voltam, de ott na, de nem mentek haza. De nem mentek haza, és megtapasztaltam azért, hogy az milyen elképesztő ereje van a tömegnek. Tehát az valami hihetetlen, hogy fönnálltam a színpadon, én emlékszem, hogy szinte éreztem azt a lendületet, hogy megindul feléd, egészen elképesztő. Szóval a tömeg az varázsol valóban. Tudom rólad, és remélem jól tudom, hogy te a nagy koncertek mellett nagyon szereted az ilyen kicsit intimebb hangulatot, akár stúdió munkát, vagy akár csak egy-két zenésszel a színpadon. Most nemrég ugye Presser Gáborral turnéztál, vagy tart még ez a turné? Ez a turné még tart, persze, ez az Angyal mellettem turné, mert közben ugye elkészült egy új Presser dal is, az egyszer nem tudom, hallottad-e. Ez szintén egy ilyen egyzongorás, nagyon-nagyon szép szövegű dal, és derékban elvág, amikor meghallgatod, mert nagyon-nagyon mély. Azért neked sok dalod ilyen, hogy úgy derékban elvágja az embereket? Az utóbbi időben inkább a nagyon-nagyon vidám oldalamat mutatom egyébként, aha, meg a nagyon bulizunk, pörgés, de hát mellette azért a műsorban mindig helyet kap 3-4 ilyen dal is, mert figyelj, az, aki az én koncertjeimre jár, ő vágyik is erre, mert szereti a lírai oldalamat is. Hogy emlékszel vissza, mi volt az első dal, ami megérintett téged, vagy amit akár már elénekeltél gyerekként, tinédzserként? Az első nyilvános fellépésem, ami nem népzene, mert egyébként én nagyon sokáig táncoltam. Bocsánat, be nem áll a szám. De mindjárt odaérünk a lényeket. Szóval nagyon sokáig néptáncoltam, és akkor ugye népdalokat is énekeltem, az abszolút, én 7 éves korom óta tulajdonképpen a színpadon vagyok, vagy legalábbis szeretek ott lenni. És utána, ami a popzenét illeti, az első olyan dal, amit én ott én színpadon énekeltem mások előtt, az a Killing Me Softly volt. Képzeld. És még arra is emlékszem, hogy milyen ruha volt rajta. Na tessék, mi volt? És remegett, így remegtem, miközben énekeltem. Az internátusban volt, ahol a középiskolában laktam, és akkor lejöttem a színpadról, és akkor így odajöttek hozzám a nevelők, hogy hát mit csinálsz te a szülészeten, te miért nem a zenedébe jársz? Aha. És akkor úgy elgondolkodtam ezen, hogy ez így lehet, hogy akár érdekes is lehetne. Te most egy szülést le tudnál vezetni? Ha itt hátul ülne egy... Ha én lennék egyedül, akkor biztos, tehát hogyha nem lenne más választásunk, de azért nagyon-nagyon régóta nem voltam jelen. Aha. Szoktad magad hallgatni a rádióban? Vagy mit csinálsz, ha meghallod magad nagyon a örülök. Rádióban? Én nagyon örülök, amikor meghallom magam a rádióban. Na, mert... tényleg? Tudom, azt hiszem. Ez csak szabadon, érezni akarom. Ez az egész gyerekkorom. Látni a hegyeket, várni a fényeket. Ez a legjobb. Tudom végig, de nem fogom most végig. Nagyon szeretem, ez egy régi dal egyébként. Aha. De figyelj csak, úgy érzem, hogy én most már eleget vezettem, látom, hogy megőrülsz, hogy átkülhessünk. Úgy tényleg, vagy... közben elkezdtük hallgatni a zenét, és már elfelejtettem. Oké, itt mindjárt leállok, és akkor... Jó, és akkor én vezetem. Kipróbáljuk, hogy te hogy vezetsz, jó? Jézusom. Ja, hogy így? Ja, előre akartam húzni. Megvan, előre, azt is előre, az előre is tudod, úgy megfogod, és azt a... Kar. Előre húz... Oh,
úgy tudok örülni ezeknek az ilyen kis elektromos dolgok, zsarjaj. És most már csak meg fogok indulni. Így van, indexőkben vigyázz, ugye? Várja, meg kell ezt érezni. Ha. Tudsz egyszerre két dologra figyelni? Én ezerre tudok figyelni. Tudod, mi az a... Ezt a végén csattanunk ki, hogy ne hagyjuk. Minek tudsz leginkább örülni? Az ételnek. Milyen ételt szeretsz? Mindent. Én mindent szeretek, ami finom. Kivel nem szeretnél találkozni egy szaunában? Egy szaunában? Jézusom, senkivel se akarok találkozni egy szaunában. Nem szeretem a szaunát. Értem. Mi a legnagyobb extravagancia az életedben, ezt a sapkát leszámítva? Nem teszik a sapkát. De nagyon jó. Imádom ezt a sapkát. Ápol és eltakar. Itt megyek el. Vigyázzatok! Nagyon jó ez a kocsi. Tetszik. Más is elvette tőled a volánt, mondd azt, légy szíves, hogy nem. Vagy az első. Nem, te vagy az első, akinek átadtam. De jó, nem baj. Ez nem azt jelenti, üzenem én mindenkinek, hogy állandóan én akarok mindent vezetni, de szeretem. Szeretsz autót vezetni. Ne haragudj rám, muszáj volt kipróbálni. Ez tényleg arról szól, hogy az autókat szeretem, nem pedig mindig elvenni mindenki kezéből a gyeplőt. Abszolút. Hát nagyon köszönöm. Én köszönöm az interjút, örülök, hogy az ilyen utasod lehettem. Még nem. Én örülök, hogy a te utasod lehettem, és hogy kipróbálhattam ezt az autót. Tök jó.